Csütörtök óta Jazz Lászban ég Kecskemét, ugyanis 6. alkalommal rendezik meg itt a Don Beach-en a Jazz Főváros Fesztivált. Itt van mellettem vendégem Iczés Tamás ötletgazda, a főszervező. Jó napot kívánok! Miért hivatott létrejönni ez az esemény? Kiknek is szól pontosan? Tulajdonképpen azért, mert akárhányszor játszottunk szabadtéren, akkor mindenkinek nagyon tetszett, aki azt se tudta, hogy mi ez a műfaj. És azt gondoltam, hogy akkor kéne egy nem beltéri olyan fesztivált csinálni, ahol mindenki kedvére járhat, kelhet a színpadok között, strandolhat, játszhat, hogyha nem érdekli a zene, vagy éppen sörözni akar, akkor úgy háttérzeneként is hallgathatja. Ez egy olyan millió alakuljon ki, ami igazán arra predesztinálja a zenét, ami, hogy egy szórakoztató zene lehessen, és ne kelljen a közönségnek feszengenie. Ugye 2016-ban volt az első fesztivál, az már beváltotta hozzá fizett reményeket, és azóta is töretlenül, hát többnyire ilyen mostanihoz hasonló hőségben csináljuk a Jazz Fővárost. Igen, most sem kímél minket az időjárás. Ez egy hiánypótlás? Hát bizonyos szempontból igen, abban az értelemben feltétlenül, hogy ugye a jazz akármennyire könnyen érthető, tulajdonképpen népszerű, dallamos, általában mindenki szereti generációtól és zenei ízléstől függetlenül, azért mégiscsak rétegzene. Tehát vannak azok, akik ennek a klasszikus jazznek, a táncolható jazznek a megszállottjai, de akik igazán behatóan ismerik a műfajt, viszonylag kevesen vannak, és azt hiszem, hogy itt talán a közönséget kéne megkérdezni, hogy talán itt is nagyobb számban vannak azok, akik tudják, hogy a Jazz Főváros jó buli, és azért jönnek, és tudják, hogy jó zenék vannak, de alapvetően teljesen mindegy, hogy milyen előadók lépnek föl, nem a konkrét, specifikus előadók miatt jönnek el, hanem a hangulat miatt. Ha már az előadókat említette, akkor szerintem mindenféleképpen beszélni kell róluk, hiszen nagyon különleges neves zenészek is ellátogattak ide most Kecskemétre. Hát igen, hogyha a műfajt jól ismerőknek azt mondom, hogy Carling Family vagy Gunhild Carling Svédországból, vagy a swing táncosoknak azt mondom, hogy a londoni Shirtail Stompers, vagy Luca Filastro római zongorista, vagy éppen Ari és Simon barcelonai swing tánc világbajnok páros, akkor azt mondjuk, hogy hűha. És ezek olyan nevek, akikért sok száz, sok ezer kilométert is hajlandóak mások utazni. Hát így Magyarországra is egyébként jönnek messziről, tehát van azért ennek itt is vonzereje. Nyilván a magyar közönség kevésbé ismeri őket, de hát az a cél, hogy a külföldön is világszerte népszerű előadókat itt is megismertessük a közönséggel. A koncerteken, illetve a tánc tanításon túlmenően milyen egyéb kísérő programokkal készültek? Én például látott nagyon különleges autókat. Igen, hát a szponzorainkat mindig arra bátorítom, hogy ne csak jelen legyenek a molinókon, hanem hozzanak olyan közönségaktivitást serkentő dolgokat, amik hozzáadnak valamit a fesztiválhoz, és hát úgy mutassák meg a saját cégüket, illetve a tevékenységüket. Egyrészt, másrészt pedig rengeteg olyan sportprogramot szervezünk ide a fesztivál mellé, vagy a fesztivállal egy kicsit összefonódva, ami hát tulajdonképpen teljesen nyilvánvaló, hogy ezen a helyen megélhet. Túl azon, hogy egyébként a fesztivál karszalaggal lehet strandolni is, de ha valaki idejön, akkor az röplabdázhat, focizhat, kosarazhat, mindenféle sportjátékokat próbálhat ki, társas játékozhat, és kerékpározhat, és futhat, és nem is tudom már sorolni, hogy mi mindent csinálhat a hétvégén. Iczés Tamásnak köszönöm szépen, aki pedig szeretné tudni, hogy mit csináljon ezen a hétvégén, az pontos programokról a jazzfőváros.hu oldalon olvashat. Tegyék meg, jöjjenek el ide a Don Beach-re, és legyenek részesei ennek a nagyon különleges, jazzzel teli családias hétvégének.